Jó napot kívánok, ez a szubjektív vendége pedig Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a hétvégén arról nyilatkozott, hogy ismét kérdésessé vált a tartományi koalíció jövője. Jó napot kívánok, elnök úr! Tegyük előbb rendbe a tényeket, hogy mindenki világosan lásson, hogy mi történt. Ugye Takács Mártának, a Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat igazgatójának a menesztése kapcsán alakult ki egy ilyen helyzet, vagy kulminálódott egy helyzet, ami már eleve létezett. Takács Márta régóta vezeti az erdőgazdálkodási vállalatot, lejárt a mandátuma, újra pályázott, egy papírt nem csatolt a dokumentációhoz, ez a büntetlen előéletre vonatkozó igazolás. Innentől kezdve mi van? Hát valóban próbáljuk talán tisztába rakni a dolgokat. Ami az eljárással, a pályázattal kapcsolatban kimondható, az az, hogy a semmitőszék megsemmisítette azt a döntést, amivel a kormány másfél évvel ezelőtt kinevezte Takács Mártát igazgatónak. A kormány bizottsága és maga a kormány, a vajdasági kormány formális hibákat követett el az eljárásban. Ez a döntés ez nem a Takács Mártának a szégyene, hanem azt gondolom, hogy a kormánynak a szégyene. És azt gondolom, hogy e fölött a dolog fölött a kormány fő, illetve maga a kormány nem léphet el úgy, mintha semmi nem történt volna. Meg kell nézni, hogy vajon hogy lehetséges az, hogy a kormány így bonyolít le egy eljárást, és olyan helyzetet teremt, amikor másfél évig nem lehet igazán tudni jogbiztonság elve alapján, hogy ki az igazgató. Abba a helyzetbe juthatunk, hogy másfél év után menesztenek valakit úgy, hogy igazából nem tudjuk, hogy ez miért történik meg. Az se világos, hogy milyen dokumentációt kellett mellékelni, mert a Takács Márta mellékelt egy dokumentációt arról, hogy nem folyik ellene eljárás és nincsen büntetve. És azt gondolom, hogy ez az a helyzet, ami túlságosan összetett és komplikáltá teszi ezt az egész ügyet. A hírek arról szólnak, hogy utólagosan lett csatolva ez az egy dokumentum. Erősíteni? Ez egy olyan dolog, ami ennek az egész eljárásnak, illetve az egész ügynek az egyik lényeges kérdése, hogy kellett-e az a papír, vagy nem kellett a papír. Amikor őtőle kérték a papírt, akkor a papírt benyújtotta, de a pályázat szerint nekünk az a meggyőződésünk, hogy ez a papír nem kellett volna. De mindentől függetlenül azt gondolom, hogy nem lehet az ügyet úgy intézni, ahogy most az utolsó pillanatban intézésre került, hogy a múlt csütörtökön volt egy kormányülés, azon a kormányülésen a ligás kormánytagok erő alkalmazásával, számbeli fölény alkalmazásával napirendre helyeztették az ügyeket, nevezetesen a pályázat megsemmisítését, a megbízott igazgató kinevezését, illetve a Takács Mártának a menesztését úgy, hogy igazából senki közülünk erről nem tudott, úgy, hogy semmiféle írásos beterjesztés ezzel az üggyel kapcsolatban nem volt, úgyhogy úgy került új megbízott igazgató kinevezésre, hogy senki nem látta az életrajzát, és nem tudta egészen pontosan, hogy miről és kiről van szó. Úgyhogy körülbelül itt vagyunk most ebben a pillanatban, azt gondolom, hogy ez egy méltatlan helyzet és méltatlan állapot, és amit ezzel kapcsolatban egészen világosan el kívánok mondani, az az, hogy egyrésztről a Takács Márta az elmúlt több mint 10 évben becsülettel látta el ezt a feladatot, amit ellátott. Másrésztről az a hely a koalíciós megállapodás szerint a Vajdasági Magyar Szövetséget illeti meg. Innen fogva, ahogy mi nem kérdőjelezzük meg és tiszteletben tartjuk azokat a döntéseket, amik arra vonatkoznak, hogy valakinek járó helyeket kitöltse be, ugyanúgy ezt elvárjuk másoktól is. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak az erdőgazdaságról szól, hanem arról, hogy valóban az utóbbi több mint fél évben elsősorban a Vajdasági Szociáldemokrata Liga megtesz mindent annak érdekében, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget lejárassa, megtépázza, olyan jelzőket, olyan mondatokat fogalmaznak meg a számlánkra, amik azt gondolom, hogy messze túlmutatnak még a politikai csatározásban alkalmazott szókészlet határain is, és nem csak és nem kizárólag a Vajdasági Magyar Szövetségre vonatkoznak, hanem azt gondolom, hogy
mélységesen érintik azokat, akik a Vajdasági Magyar Szövetségre szavaztak, illetve szavaznak. Mindjárt erről is beszélünk részletesen. Én még maradnék egy kicsit a Takács Márta ügynél, hogyha lehet, ön úgy fogalmazott, hogy a vajdasági kormány nem úgy járt el, ahogy kellett volna a pályázat lebonyolítása terén. Amikor azt mondja, hogy vajdasági kormány, tegyük hozzá, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség része a tartományi hatalomnak, tehát a vajdasági kormánynak is. Önöket megkerülve történtek ezek a dolgok, vagy az önök tudomása szerint, de nem voltak olyanok az erőviszonyok, hogy ezt befolyásolni tudják, vagy hogy volt ez az egész? Ezek olyan lépések, illetve olyan procedurális mulasztások, amelyek nem a közvetlenül a kormány kompetenciájába tartoznak. Egy példát hagy mondjak. Azt gondolom, hogy a jogtudományi kar harmadik évén, amikor az egyetemisták vizsgáznak munkajogból, akkor nem tudja lerakni a vizsgát senki, aki nem tudja, hogy mindenki számára, aki egy pályázaton megjelent munkaerő vagy munkabetöltése szempontjából a döntést, amit az illetékes szerv meghozott, azt a döntést mindenkinek el kell juttatni. Azt gondolom, hogy ez világos. Sajnálatos módon a kormány által kinevezett bizottság ezt a mulasztást is elkövette, tehát nem küldte ki az értesítést arról, hogy milyen döntés született. Ez egy olyan formai hiba, amelyik miatt ez a pályázat például megsemmisítésre került. És számtalan ilyen formai hiba történt ebben az eljárásban, de ezeket alacsonyabb szinteken hozzák meg azok, akik a pályázat lebonyolításával foglalkoznak. Arról is szólnak az információk, hogy maga az egyik pályázó indított keresetet a bíróságon a kinevezés körül, a Pancsovai Velibor Miletić. Neki van köze az eseményekhez, vagy ez egy magánemberi? Hát ő neki köze van az eseményhez olyan szempontból, hogy ő volt az, aki a kormány döntést megtámadta, igen, illetve ő volt az, aki a kormányt beperelte, ő volt az, aki odáig hozta a történetet, hogy a semmitőszék megsemmisítette a kormány döntést. De ennek van politikai színezete, vagy ez teljesen nem, magánemberként? Nem tudom, hogy ennek lenne politikai színezete, ő ezt magánemberként tette. A dolog pikantériája az, hogy a múlt csütörtökön nem is őt nevezték, igen, ki megbízott igazgatónak, hanem egy harmadik embert, aki a harmadik jelölt volt a történetben, de ez csak egy ilyen apró körülmény, amiből én nem kívánok messze menő következtetéseket levonni. Őt, a megbízott igazgatót, Alekszandr Obradovićot, a Liga javasolta? Nem hiszem, hogy ez pártpolitikai színezetű javaslat volt. A kormányülésen a mezőgazdasági titkár javasolta, aki formálisan a javaslattevő, aki a Liga színeiben van ott. Hát azt gondolom, hogy talán nem áll az illető távol a Liga köreitől, nem tudom elképzelni, hogy olyas valakit javasolnak, aki ezen a körön kívül van. Ön úgy fogalmazott, hogy a demokrata párti kormány Bojan Pajtićot a saját kormánya szavazta le. A kormányülésről, a csütörtökiről, ahol ugye Takács Márta ügyében is döntöttek, ez egy napi rendi pont volt, a szokásokhoz híven csak egy közlemény jelent meg a tartományi kormánynak a honlapján. Egyáltalán milyen felállások történtek, tehát milyenek voltak az erőviszonyok most a tartományi kormány ülésén? Ugye, én úgy tudom, hogy 9 voltak jelen, 3 hiányoztak, 2 hivatalos úton voltak, egy személy pedig szabadságon volt. A 9 jelenlevő tagból tudomásom szerint 5 voltak, akik a Liga tagjai, illetve hát a Tadić-féle pártszövetségnek a tagja, akik a Ligával együtt mozogtak ezen az ülésen, illetve 4 voltak a Demokrata pártból, a kormányfővel az élen. És hát ennek a menetnek a végén kerültünk abba a helyzetbe, vagy került a kormány abba a helyzetbe, hogy többszöri felszólítás és többszöri kérelmek elmondását követően is gyakorlatilag izomból 5-4-es arányban a döntések megszülettek úgy, hogy azok nagyon-nagyon komoly formális mulasztásokat hordoznak magukon. Én azt gondolom, hogy ezek a döntések, ezek semmisek,
mert semmiféle formális előkészület, semmiféle formális beterjesztés nem volt. Ezek szóbeli javaslatok voltak, amik napirendre kerülése 5-4-es szavazással megtörtént, illetve azt követően ugyanilyen arányban szóbeli beterjesztések alapján megszülettek a döntések. Azt gondolom, hogy ez a kormány ügyrendje alapján, a normális ügykezelés szempontjából, a kérdés összetettsége miatt egyszerűen járhatatlan út, és én függetlenül attól, hogy most már 14-15 éve vagy kormánytagként, vagy pedig a kormányhoz közeliként, munkajelleggel közeliként részt vettem az elmúlt évek munkájában, én nem emlékszem rá, hogy valaha is ilyen jellegű precedensre sor került volna ez idáig. Milyen lépéseket tervez most a Vajdasági Magyar Szövetséget éren? Hát én azt gondolom, hogy a kormány van most lépésen. Azt gondolom, hogy elsősorban a kormányfő, illetve a kormány többséget biztosító demokrata párt van lépésen. Mi türelmesen várjuk ezt a lépést. A lépés én szerintem egy lehet csak, az pedig az, hogy a múlt csütörtöki döntéseket valóban semmisnek tekinti a kormány, mert azt gondolom, hogy olyan mulasztások kerültek elkövetésre, amelyik lehetetlené tesz másfajta ügykezelést. És azt gondolom, hogy hát ha abba az irányba mozognak a dolgok, hogy a pályázatot meg kell semmisíteni, mert erről szól, vagy a döntést meg kell semmisíteni, mert erről szól a semmitőszéknek az ítélete, akkor megbízott igazgatót kell kinevezni. A megbízott igazgató a mi meggyőződésünk szerint ebben a pillanatban nem lehet más, mint a Takács Márta, mert ő ebben a pillanatban is igazgató, másrésztről pedig az a hely a Vajdasági Magyar Szövetséget illeti meg. Mi nem változtattunk ezzel kapcsolatban döntést, mi ehhez ragaszkodunk. És azt gondolom, hogy nincsen más racionális megoldás, az összes többi kérdést az üggyel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy le kell ülni és végig kell beszélnünk. Azt követően, hogy inkább újra fogalmazom, tehát új pályázat kiírását kezdeményezni, vagy azt várnál a Vajdasági Magyar Szövetség ebben az esetben, tehát új igazgatói pályázat kiírását végül is? Én azt gondolom, hogy itt nem az elvárásokról van szó, nem arról van szó, hogy most mi mit várunk el, hanem arról van szó, hogy van egy bírósági ítélet. Azt a bírósági ítéletet tiszteletben kell tartani. A bírósági ítélet értelmezése az nem politikai kérdés, hanem szakmai kérdés. Hogyha szakmailag az az indok, hogy ezt a pályázatot meg kell semmisíteni, akkor azt gondolom, hogy ezt tudomásul kell venni és el kell fogadni. De azt szeretném még egyszer aláhúzni és elmondani, hogy ez szakmai és nem politikai kérdés. Jó, akkor lépjünk azért egy kicsit a politikai kérdések mezeire is. Ön ugye úgy fogalmazott, hogy kérdésessé vált a tartományi koalíciónak a jövője. Mit ért pontosan ez alatt, és miért a feltételes mód? Nézze, hónapok óta vagyunk kitéve annak a folyamatos támadásnak, amelyik különböző formákban, különböző pillanatokban, de gyakorlatilag ugyanolyan retorikával jellemzi a közéletet, vagy a mi helyzetünket, elsősorban a Vajdasági Szociáldemokrata Liga részéről. Voltunk mi már fasiszták is, meg szélsőjobb képviselői is, meg szélsőjobb szekértolói is, meg hazahárolók is. Azt gondolom, hogy ennek a veszőfutásnak az elemeként fogható föl az, ami a Takács Márta kinevezésével kapcsolatban történik. Tudja, sok mindent az ember hát tolerál annak érdekében, hogy egyfajta visszafogottságot próbáljon gyakorolni. De vannak pillanatok, amikor ezt nem szabad már tovább tenni. Én azt gondolom, hogy most abban a helyzetben vagyunk, hogy az, ami most történt, például a Takács Márta apropóján, ezt már nem lehet lenyelni. Mert akkora arcvestéssel jár, olyan mértékben gázol bele a becsületünkbe, ami fölött nem lehet elmenni, és nincs az a tartományi parlamenti többség, ami megéri azt, hogy az ember azt kockáztassa, hogy az arca menjen rá erre a történetre. Ezért gondolom én azt, hogy a falig értünk. És hát én türelmesen várom, hogy a partnereink mit fognak mondani. Tudja,
szombaton és vasárnap, pénteken, szombaton, vasárnap a Demokrata Párt nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, úgy tett, minthogyha semmi nem történt volna. Azt gondolom, hogy ezt lehet egy ideig játszani, de én hát türelmesen várom, hogy a mai nap folyamán vajon meg fognak-e nyilatkozni, mit fognak ezzel az üggyel kapcsolatban mondani. Mi nem azért kértük az emberek bizalmát, hogy megsértődjünk. Nem is sértődünk meg, de azt gondolom, hogy vannak bizonyos vörös vonalak, amiket az ember nem tud már átlépni, és éppen azoknak a becsületére is odafigyelve, akik a bizalmukkal hát megajándékoztak minket, éppen arra való odafigyeléssel is azt gondolom, hogy ezt a kérdést kellő körültekintéssel, de határozottsággal kell kezelnünk. A Liga kiadott egy közleményt, itt ebben megismétli a korábbi retorikával a Vajdasági Magyar Szövetség iránti bírálatokat, de a közlemény maga úgy zárul, hogy egy három oldalú tárgyalásra készen állnak, amiben nem kívánnak hát térdet hajtani, de bizonyos engedményekre készen állnak a koalíció, illetve mostani partnerségnek a fenntartása érdekében. Erre a három mondatra a két oldalas közleményben ön hogy tekint? Hogyan értelmezi ezt? Nézze, a beszélgetésnek azt gondolom, hogy mindig megvan a racionalitása, megalapozottsága, és igazából valószínű, hogy beszélgetések keretein belül kellene az ügyeket kezelni. Mi erre nyitottak vagyunk, nyitottak voltunk eddig is. Többek között szeptemberben például én parlamenti elnökként egy ilyen beszélgetésre próbáltam asztalhoz hívni mindenkit, és a leghangosabb ellenzői ennek a történetnek pontosan a ligások voltak, azért, mert azt mondták, hogy nem látják a napirendet, nem látják az áradékokat. Ilyen logika szerint most mondhatnám én azt, hogy mi se látjuk ebből a levélből a napirendet, és nem látjuk az áradéktervezetet, de azt gondolom, hogy ugyanolyan komolytalan volna, és olcsó volna, mint az a szeptemberi mondatsor, milyen olcsó és problémás volt. Én kész vagyok erre a beszélgetésre, de ennek a beszélgetésnek van egy alapföltétele, az pedig az, hogy az, ami minket megillet, azt meg kell, hogy kapjuk. Tehát az erdőgazdaság megbízott igazgatójával kapcsolatos személyről nincsen mit tárgyalnunk. Én azt gondolom, hogy a tárgyalásnak az az egyik alapföltétel, hogy ezt a kérdést kezeljük, ezt a kérdést rendezzük, az összes többi kérdésről pedig hát minden további nélkül én készen vagyok beszélni, tárgyalni egyszer, kétszer, többször. Ezt én jeleztem tegnap este Pajtics elnök úrnak is, aki a Vajdasági Kormánynak az elnök és a Demokrata Pártnak az elnök. Ugye most van, a kormány döntött a vajdaság pénzeléséről szóló törvénytervezetnek az elfogadásáról is, ez kerülhet most parlamenti eljárásba. Hogyan látja ennek a kérdését a mostani erőviszonyok közepette? Én még nem kaptam meg ezt az előterjesztést, remélem, hogy a mai nap folyamán oda fog hozzám érni, és akkor el fogom küldeni a frakcióvezetőknek, illetve a kormány, illetve a parlamenti alelnököknek. Én azt hiszem, hogy egy türelmes egyeztetés eredményeképpen, ha mindenkiben megvan a szándék, hogy ezt az ügyet kezeljük, akkor még a nyári szabadságok előtt ez a vajdasági parlament asztalára kerülhet ez a tervezet, azt követően pedig a szerb parlament is elfogadhatja. Még a nyári szabadságok előtt, előtt, vagy pedig a kora ősszel. Mindennek az a föltétele, hogy a nagy politikai blokkok szót tudjanak érteni. Itt elsősorban a Demokrata Pártra gondolok, amelyik az oroszlán részét adja a vajdasági parlamenti többségnek, illetve a haladó pártnak, amelyik ugyanezt a pozíciót tölti be országos szinten. Azt gondolom, hogy valami hasonlóra kellene törekednünk, mint amit a statútum vonatkozásában sikerült elérnünk, hogy egy olyan megoldás kerüljön kidolgozásra az alkotmányos törvényes kereteken belül, ami hát kiegyensúlyozottan elfogadható mindenki számára. Nincsen más lehetőség. Hát igen, én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nincsen más lehetőség. Attól tartok, hogy
ez a téma a politikai csatározásoknak az apropójául fog szolgálni az elkövetkező hónapokban, mert most már egy év választ el bennünket durván a normál választások pillanatáig. Nekem, mint parlamenti elnöknek az a feladatom, hogy megteremtsem a föltételét annak, hogy értelmesen lehessen erről a dologról beszélni, és mi, mint a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői, én magam is azon leszek, hogy ilyen irányba próbáljam mozgatni a történetet. Azt gondolom, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy ez a kérdés rendezésre kerüljön, mert minden évben, minden egyes költségvetéssel csak veszítünk. Arra még nem kérdeztem rá, hogy ha és amennyiben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ön most fölvázolta a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Közösség elvárásainak megfelelően, hiszen a VMS szavazótáborára is utalta, amikor a helyzetet értékelte, akkor a VMS kész kilépni a tartományi kormányból, vagy meddig terjedhet ez a jelenlegi padhelyzet? Nézze, mi nekünk nem az a szándékunk, hogy destabilizáljuk se a parlamentet, se pedig a kormányt. Még egy év van a választásokig. Nem lesznek vajdasági előrehozott választások, egészen biztos. Akkor fognak vajdasági parlamenti választások lenni, amikor az önkormányzati választások lesznek jövőre. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az önmérséklet határain túlmenően megvannak azok a határok, ameddig az ember elmehet. Most már ezen a határon toporgunk, vagy ezen már túl is vagyunk. Ha nem lesz visszarendeződés, akkor azt gondolom, hogy figyelembe véve mindent, nincs az a parlamenti többség, amelyik megéri azt, hogy az ember szégyenkezzen önmaga előtt és a szavazói előtt. Ön szerint mikorra várható, hogy ez a kérdés a tartományi kormányt alkotó koalíciós pártok között napirendre kerülhet? Tehát azt mondta, hogy várja, hogy a Demokrata Párt jelentkezzen ebben az ügyben. A Liga álláspontját ugye hallottuk, meg az utalás arra, hogy ők készek egyeztetni. Tehát van-e határidő, vannak-e bármilyen elképzelések a VMS részéről? Vannak. Ami az erdőgazdaság megbízott igazgatójának a személyét illeti, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a mai nap folyamán legkésőbb holnap meg kell, hogy szülessen a döntés. Mert van egy bírósági ítélet, ez a bírósági ítélet egy tiszta helyzetet teremtett, az nem lehet, hogy az erdőgazdasági közvállalatnak ne legyen igazgatója. Tehát ilyen vonatkozásban a kormány egy lépéskényszerben van. Ennek a lépésnek a tartalma fogja eldönteni azt, hogy azt követően mi fog lenni, amennyiben olyan döntés születik, ami a Takács Mártát megbízott igazgatói pozícióba emeli, akkor azt gondolom, hogy van értelme annak, hogy leüljünk és beszélgessünk a koalíción belüli egyéb más kérdésekről. Amennyiben másfajta döntés születik, akkor azt gondolom, hogy ennek a realitása jelentős mértékben veszni fog. Erre a tisztázó beszélgetésre, erre a háromos beszélgetésre azt gondolom, hogy a hétvégén, a jövő hét elején tudnánk alkalmat teremteni és lehetőséget biztosítani. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. A Szubjektívet látták, vendégem Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Képviselőház elnöke volt. Köszönjük a figyelmet.